Szeretettel köszöntöm Mihály Antal atyát innen Józsefvárosból, és hát itt mindig nagyon mozgalmasan zajlanak a napok, és most, hogy új év van, egy kicsit tekintsünk vissza arra, hogy mi is történt 2023-ban, aztán majd utána beszélhetünk arról, hogy mik is a terveid a következő esztendőre. Hát én azt gondolom, a 2023-as évnek a legjelentősebb ünnepe azért mégis a Szent Atya látogatása volt itt Budapesten. Minket is ez azért központilag érintett, hogy ott voltunk, ünnepeltünk. Ami a plébániát illeti, nagyon sok program volt, tehát bocsánat, hogy egy kicsit puskázok. De ha már így azért, azt el ne felejtsük, hogy azért a Szent Atya mégiscsak a te plébániát területére is ellátogatott. Hát pontosan, többször is, tehát ott elment, és hát amikor éppen már utolsó nap, ugye délután oda ment a Pázmány Péter infókarra, akkor mi meg őszintén harangoztunk, kinyitottuk az összes kaput, és éppen koncert volt a templomban, és még úgy poénkodtam a énekkarosok, ezt a fehér ruhást láttátok benne, akkor engedjétek előbbre, zsúfolási tel volt épp akkor a templom, mert a Csíkszerda kórus énekelt a templomunkban. Nagyon sok program volt, és én azt gondolom, hogy vigyázni kell a programokkal már csak olyan szempontból, hogy ne önmagában a programok legyenek a központban. Mindenhát, hogy fontosak. Januári hónapban Brückner Ákos atyát köszönthettük nálunk, Ciszterci atyát, éppen a gyémánt, a misét mutatta be nálunk. Jó volt őt itt látni, mint örök ifjontit, mint olyan valaki, aki hát most ugye Fehérváron dolgozik, de hihetetlen elánnal. A februári hónapotan központi mindig a betegek kenetének a kiszolgáltatása, de Gutowski Róbertet is itt köszönthettük, aki a Hausmann programnak a vezető, aki a vári rekonstrukciókat vezeti, és a kész előadást tartotta. Volt egy bíborosi misa a Tömi utcában a vietnámi közösségnek, ők is jó értelemben debütáltak, és ott a bíboros atyával együtt ünnepelhettünk. Azóta is sokan csodájára járnak a vietnámi közösségnek, mert igen sokan vannak, hála Istennek. Márciusi hónapban nagybőti trédum volt Dovasi Attila prefektus atyával, és volt egy kész előadás Vecsei Miklósa, illetve a templom búcsú is. Az áprilisi hónapban ugye már mindenképp ott a húsvétra készültünk, lábmosás, virrasztás, felnőttek keresztelése. Számomra az utóbbi időknek egy nagy ajándék, hogy a katekumenátus komolyan elindult, tehát tényleg felnőttjeinket tudjuk segíteni a szentségekhez. De érdekes módon volt egy kész előadás Nagy Béláné, az egyik régi virágboltos tartott előadás nálunk, Növények gondozása címmel, és arról beszélt, hogy az otthonaiban milyen növényeket érdemes tartani, de hát volt persze bérmás is, Martos Balázs püspök atyával. Ő kapott egy szép képet a templomról, egy festmény, amire ráírtam, hogy az első bérmálásod emlékére, mert nálunk bérmált először püspökként, hogy így emlékezve erre is. Aztán a következő hónapban már persze, illetve ott még áprilisban, már pápai mise, illetve májusban Bakonyi Gábor tartott előadást Perői misszióról. Ők a harmadik világ szegények szolgálat keretében voltak ki Peruban, és hazajöttek, és akkor őket kértem meg, hogy az ottani életükről beszélnek, illetve volt első áldozás a Tömi utcában. Júniusban Baranyi László atyát búcsúztattuk, mert ő meg meghalt közben, az egyik idős atya, illetve úrnapja első áldozás körmenettel, vendégünk volt Zsufa Tünde író, és persze hittantábor is volt Esztergomba, hála Isten, tényleg igen szép számmal. A júliusi hónapnak az egyik legfontosabb híre az volt, hogy Blankenstein Miklós atya hozzám költözik, és augusztus 1-ével, de már júliusban beköltözött, ott volt nálam, illetve Szabó Gábor új misét mutatott be a templomba, és augusztusban már a plébánia tábort ünnepelhetük Aszófőn. Én azt gondolom, a nyár az mindenképp a táborokról szól, persze cselkész tábor, hittan tábor, plébánia tábor, és papként az ember jó értelemben megy a híve után, és minden táborban lehet tábori misét bemutatni. Szeptemberben nővéreknél volt búcsúi mise, önismereti tréningcsoport indult nyugdíjaskorba plébániátve, volt egy esküvő is a templomba. Sajnos, bár szépen felültöttük a templomot, ölünk az esküvőnek, amik jönnek, mert nincs olyan nagy számban esküvő, megvannak azok a frekventált helyek, lásd, Mátyás templom, Bazilika, Jáki templom, ugye Városligetben, hogy mi sajnos ebben nem vagyunk így benne, mind a mellett, hogy van persze jegyes kurzus is nálunk. De még szeptember hónapban Faragó András új miséjét is köszönthettük,
illetve Blankenstein Miklós atya egy előadás sorozatot indított el a templomba. Elindult az idősek otthonában hittan, illetve a szentmise is szombatonként. Ennek az az érdekessége, hogy ugye sokan furcsálották, hogy a templomban szombaton nincsen mise. Hát sekrestésnek is jó értelme meg kell adni a szabadnapot, és mivel hozzánk került a Tömő utca, ezáltal egy idősek otthona is, a napfényöreg otthon hozzánk jött, és ott kialakult egy rend a misére, és akkor Miklós atyát kértem, hogy akkor szombatesti misét ott mondja, és aki, mondhatnám, külső hallgató, hogy bejön éppen szemmisére, akkor ott tud szemmisét hallgatni, tehát nem marad el ilyen szempontból a szombatesti mise. Novemberben persze halottjainkról emlékeztünk, meg minden hétfőn volt szemmise, őértük. Volt egy zarándokló a Győrbe a Gregorian Skóla csapattal. Persze aztán elindultunk az Aldiba, a Caritas csoporttal tartós élelmiszer gyűjteni. Új aratás közösségnek volt a 25 éves fönnása ünneplése, Árpádházi Szent Erzsébet napi gyűjtés, templombúcsú volt Esztergomba a Róma misszió, mert az is hozzám tartozik. És ha már december, akkor már egyszerben is volt egy zarándoklat, számomra ez olyan szempontból volt érdekes, hogy a 6 órás út 8 órásra sikeredett, mert pont az a nap volt, amikor a fél méteres hó leszakadt. És előttünk ott volt egy erdélyi busz gyerekekkel, és nem itt hóláncot. És ezért igencsak nehéz volt feljutni Máriacebe, mert előttünk lévő buszt meg kellett kerülni a végén. És 3-2-re értünk fel, 5:30-kor indultunk, és 2-kor volt a mise, hogy éppen befutottam a sekrestyébe, a szemmise, és utána egy órát ott töltöttünk Máriacebe, és már jöttünk is, vagy tényleg zarándoklat volt. Adventi Triduumot ünnepelhettünk Balog Attila rektoratjával, aki érdekes módon a betlehemi állatokról beszélt, azokon keresztül vezetett minket, kezdvén az ökörrel és a szamárral, a bárhánnyal, majd a dromedárral, és érdekes módon nagyon össze tudta kapcsolni karácsony üzenetével, és mondom se kell, hogy gyerekek igencsak tág szemmel nézték a dolgokat. Persze jött hozzánk is a Mikulás, Roráte szemviség, illetve ami számomra különleges és érdekes volt, hogy a Normafánál, ugye a Szent Anna réten, ez a Mária kápolnák a megáldása. Testvérem volt a kivitelező, és éppen neki mondtam akkoriban, hogy tudod, bátyám, te igen nagy tiszteletnek örvendesz a saját családod körében, mert magára az ünnepre, ugye péntek délelőtt 11-re, nem csak a 4 gyermeke, akik már családosok jöttek el, hanem mindenki a párjával együtt. És az, hogy a gyerekei a párjákkal együtt ott vannak, hát mondom, akkor leemel a kalapomat, mert azért úgy látszik, hogy fontos vagy nekik, fontos, hogy te együtt ünnepeljenek. Persze volt egy ünnepi képviselő testületülés, vacsorából megköszöntöttem őket, és persze pásztorjáték, karácsony, minden évféli mise. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor tényleg egy évet az ember próbál így értékelni, sok esemény volt, és ahogy mondtam, mindenképp a Szent Atya látogatás volt az elsődleges. Ettől független, amit érezem a dolgokban, hogy a Covid járvány után hogyan tudunk önmagunkra találni. Én akkoriban úgy megfogalmaztam, hogy mindenki társadalmi szinten 2 lépést hátrább lépett. És ez jelenti azt, hogy az ember kicsit nehezebben bevonhatók a közösségbe. Számomra ennek az évnek mindenképp fontos hozadéka, az egyik az a katekumenátus, ami jelenti, hogy valóban befogadó közösséget tudtunk létrehozni. Persze a plébánián vannak közösségek, de nem feltétlenül nyitottak, nem feltétlenül annyira befogadó jellegűek, illetve érdekes módon én a Salom közössége, a brazil közössége is karöltve jeleztem felük, hogy szeretném őket jobban a középpontba állítani. Missziós csapat, ők is befogadó csapat, hogy a fiatalok irányába egy kicsit, mondhatnám, erősebb, markásabban lépjünk fel, egy kicsit missziósabb lelkülettel. Számomra talán ez a legfőbb hozadéka ennek az évnek, és persze hálát adok az évért, hálát adok a Jóistennek, mert tényleg sok minden volt benne, és azért hullámhegyek, hullámvölgyek, nekem magamnak is volt egy műtéte, hát hogy azért ilyen szempontból azért úgy érzi az ember, hogy sok volt ez az év tényleg, hogy te is épp az elején már elintetted. De azért említetted, hogy kaptál egy új segítőt, és azért időről időre megfordulnak fiatal atyák, vagy pap jelöltek is, igen, akár pap növendékek a plébánián, azért ebben az évben is elég sokan voltak. Hála Istennek. Érdekes volt, hogy a Miklós atya nekem külön is megköszönte, és mondta, hogy ennek nagyon örülő, hogy ezt így felvállaltam. Én azt gondolom, a hívek felé azért jó látni, tolmácsolni, mert
persze imádkozunk papi hivatásokért, de azért jó látni ezeket az új hivatásokat. Kicsit úgy mégis egy pár méter távolságról úgy megszemlélni, hogy azért vannak olyan fiatalok, akik elköteleződnek. Ebben az évben lesz majd egy zarándoklat, ugye Fatimába, és ami érdekes dolog, hogy Bíboros atya, amikor felvetette, hogy hát mi legyen a mottója, hát én bögtem oda neki, hogy hát Bíboros atya, szóval legjobb lenne papi hivatásokért felajánlni. És ő érdekes módon kapott rajta, és azt mondta, hogy milyen jó ötlet, hogy nem tudom, hogy most mennyire talán meghallgatása a dolgokba, de én bízom benne, hogy most tényleg ez a papi hivatások évo imádság, mert sajnos a szemináriumon kiürülnek, és persze voltak gondok, problémák az egyházba, és én azt hiszem, hogy azért a hívek felé tolmácsolni, nagyon fontos az ő imádság, hogy jó Isten elé vigyük ügyünket, és őtőle kérjük a hivatást. Ez nem feltétlenül az édesanyja, vagy az nagymamának a dolga, mert lehet neki van hivatás, az unokának éppen nincsen, de hogy az unokának, a fiatalnak is legyen hivatás tudata, illetve ő maga is fölmerje vállalni a papi hivatást. Ez lenne fontos. És hát azért felsoroltál nagyon-nagyon sok programot. Azt gondolod egyébként, a híveknek szüksége van arra, hogy mondjuk koncertek legyenek rendszeresen a templomban, előadások legyenek, tehát azon kívül, hogy az egyházközségben eljárnak a vasárnapi szentmisére, meg reméljük a hétköznapira is sokan, de hogy tényleg mennyi az, amire igénylik. Én azt hiszem, hogy fontos olyan szempontból, hogy ezeket megszólító jelleggel, de a nem hívők fel is tolmácsolni. Tehát pont a koncert az olyan lehetőség, ahová az emberek szívesen bejönnek, szívesen meghallgatják. És az ember találkozik nem egy olyan ember, aki nem templomba járul, és csak hallotta a hírét, és eljött a szép zenért. Tehát biztos a kultúra is segíten ezen az úton. Másik János Pál pápa mondta annak idején, hogy a jövő nemzedékét a szépség menti meg. És a szép zene az mindenképp az Istenről beszél, Istennek sajátossága, szépség, és nagyon fontos, hogy tolmácsoljuk ezt. Az egy másik kérdés, hogy hány koncert van egy templomban, tehát nem feltétlenül az a templom, hogy koncerttelen mi váljon át, de hogy legyenek alkalmatlan egy koncert, szerintem fontos. Az, hogy hogyan lehet tényleg a híveket megszólítani, tehát a közösségbe vonni, a jövő útja az mindenképp az, hogy maguk a hívek is több mindent bevállalják a plébánia közösségbe. Azáltal, hogy hozzánk költ a Tömő utca, Esztergom és Uram, bocsánat, az ember érzékel azt, hogy lehet, hogy még más plébánia vagy más terület is még hozzánk fog majd idővel kerülni, több hála a hívek felé. Fontos lenne, hogy a hívek is megtalálják a feladó céljukat, és ennek a szinodális útnak, amit a Szentegyek kezdve, ennek is a lényeg alapvetően pont a világiaknak egyfajta lendületet adni. És itt nagyon érdekes van a nőknek a előtérbe helyezése, aki a szolgálatban sokszor markásabban jelen van, mint a férfiak. És mit vársz a következő évtől, ettől a 2024-es évtől? Hát megmondom őszintén, ebbe az évben töltöm be pont a 60-at, és akkor lesz tényleg 10 év, hogy itt vagyok a plébánián. Én azt gondolom, hogy mindenképp a megújulást várom én is, tehát fontosnak tartom, hogy egyfajta megújulás szülessék a szívekbe és a híveimbe, és szeretném, hogy azért több befogadó közösség legyen a plébániánkon, tehát többen nyissanak, merjenek nyitni mások fele. Tóni atya, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és remélem, hogy gyakran fogunk látni még az új esztendőben. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.